Azért ez már mindenképpen egy olyan esemény, ahol már érezzük, hogy itt van a nyakunkban, és hamarosan utazás. Nyilván egy picit más is lesz, mert három számot indulok, nem csak egyet, úgyhogy lesz dolgom. Nyilván mindegyikben a legjobbat szeretném kihozni, de az egyes egyéni, az ott csak rajtam múlik minden. Úgy gondolom, vagy úgy van a fejemben, hogy egész messze van a kiutazás is, és még kiutazás után is lesz egy kis edzőtáborunk. Kérdezgettem már ilyen történeteket, hogy milyen is az olimpia, mennyivel másabb, mint egy világbajnokság vagy Európa-bajnokság. Ugye legtöbben azt mesélték, hogy elég valószínű, hogy most nem olyan lesz, ami eddig szokott lenni, hanem ez egy teljesen más stílusban lesz így megrendezve. Szerintem a egyes az kicsit hangsúlyosabb, de persze miután megcsináltam az egyest, utána a páros lesz, amire maximálisan oda fogok készülni. Már egyre jobban érzem tényleg, hogy már lassan itt vagyunk a paralimpia küszöbén. Hát tényleg egy nagy kő esett le a szívemről, meg hogy végre azt tudom mondani, hogy most már paralimpiai csapattag vagyok, úgyhogy ez tényleg egy nagy szó, és nagyon örülök neki. Ugye az edzőtársam Juhász Tamás, aki hál' Istennek kijutott ő is a paralimpiára, ő volt ugye tesztversenyen, úgyhogy ott már azért sokat megtudtunk, hogy milyen is a kinti légkör, és hát egész jókat hallottam, úgyhogy most már szeretném én is megtapasztalni. Az tény, hogy élénken bennünk van még az, hogy már mennénk. A hajószállítmány rendben legyen, mindenkinek az egyéni dolgai, amit még kint el kell intéznünk, az rendben legyen. Egyeztetjük most az étkezést konkrétan a helyiekkel, egyeztetjük még a repülőjáratokat, és próbáljuk járom az összes edzőtábort, hogy minden rendben legyen a helyszíneken, és mindenki a legjobb formáját tudja hozni majd.